Megemelkedett keretösszeg, 45 éves korhatár, kedvező változások léptek érvénybe a diákhitel konstrukciókban. Február 1-től már a kafetériából is törleszthető a diákhitel, amely a visszafizetés első két évében igazodik a pályakezdő fiatalok helyzetéhez. Komoly pénzügyi terhet jelenthet a felsőoktatás a diákok és szüleik számára. Az intézmények kínálatai közül minden önköltséges alapképzés féléves tandíja 100 000 forint fölött van. Ennek teljesítésére vagy lakhatás és egyéb kiadásokra sokan igény. Diákhitelt. A Diákhitel Központ 2001-es indulása óta már több mint 390 ezer hallgatónak biztosította a pénzügyi segítséget. A tanulók egyharmada pedig már vissza is fizette azt. Átlagosan pedig elmondható, hogy a diákhitelesek nagyjából 8 év alatt vissza tudják fizetni a hitelösszegüket. A Diákhitel Központ csak 2016-ban összesen 14,1 milliárd forintot utalt a diákoknak, jelentős részét októberben és márciusban, a fél éve kezdetekor. Két konstrukció közül választhatnak a hallgatók, a Diákhitel 1-et saját célra szabadon felhasználhatják, a Diákhitel 2 ettől kötöttebb, csak önköltséges hallgatók igényelhetik. Itt a diákok nem kapják meg az igényelt összeget, hanem a Diákhitel Központ egyből az intézmény számlájára küldi. Ez azért is népszerű a diákok között, mert akár az 1 millió 350 ezer forintos orvosi képzéstandíját is hitelezi a központ. 2018. február 1-től több kedvezmény is életbe lépett a diákhitel konstrukciókban. Az egyik legfontosabb, és ez mindenkit érint, az az, hogy eddig 40 éves korig lehetett kérni a diákhitelt, most már 45 éves korig lehet ezeket igényelni, illetve folyósítani. A változások egy része a diákhitel 1-et, a szabad felhasználású diákhitelt, a változások másik része pedig a kötött felhasználású diákhitelt felvevő diákokat, vagy már felvett diákokat érinti. Nagyon pozitív hír az, hogy a szabad felhasználású diákhitel keretében nő a havonta felvehető hitelösszeg, nőtt a havonta felvehető hitelösszeg. Az eddigi 50 ezer forint helyett 70 ezer forintot lehet fölvenni február óta, ami azt jelenti, hogy egy tanulmányi fél évre 350 ezer forinthoz juthatnak hozzá a hallgatók. Előfordulhat olyan élethelyzet, amikor úgy dönt a diák, hogy egy külföldi részképzésbe szeretne bekapcsolódni, például Erasmus vagy egy ISEC fél évre. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy a normál diákhitelének a kétszeresét, vagyis havi szinten 140 ezer forintot kérjen a hallgató. Ezt 10 fél évre lehet kérni, ez 1 millió 400 ezer forintot jelent. A változások bevezetésére azért volt szükség, mert az életfogytig tartó tanulás jegyében egyre többen folytatják tanulmányaikat akár 40-45 évesen is, vagy szereznek első diplomát 40 éves kor körül. Másrészt a kiadások is megemelkedtek az elmúlt években. Többek között a magas albérlet árak is eredményezték a diákhitel keretének emelését. A visszafizetéseket minden diáknak felszólítás nélkül az utolsó aktív fél év után 4 hónappal kell elkezdeni. A Diákhitel Központ adatai alapján az adósok 70%-a minden hónapban az előírtnál nagyobb összeget törleszt, hogy ezzel is csökkentse a futamidőt. Ezt szintén díjmentesen tehetik az adósok, ahogy az egyösszegű végtörlesztést is. A törlesztést az aktív hallgatói jogviszony megszűnését követő 4. hónapban kell elkezdeni. Ez ugye jó esetben egy időpontra esik azzal, amikor a hallgató diplomát szerzett és kilépett a munkaerőpiacra. Az első két évben a mindenkori minimálbér meghatározott százalékát kell fizetniük a hallgatóknak. Ez a szabad felhasználású diákhitel esetében 6%, kötött felhasználásunál pedig 4-11% közötti összeg, attól függően, hogy mekkora hitelt vett fel a hallgató, és a harmadik évtől pedig mindkét hiteltípus esetében jövedelem arányos lesz a törlesztés. Az ügyfélnek a két évvel korábbi jövedelmi adatai alapján alapítjuk meg a törlesztő részletet, ami az előbbiekben már említett százalékos arány függvényében áll össze. A jövedelem arányos fizetésnél a NAV küldi ki az ügyfél előző két éves fizetési adatait, és a bruttó átlagbér alapján számítja ki a havi törlesztési összeget. A diákhitel rendszerében több segítő elem is van, akik már a visszafizetés harmadik évében járnak, indoklás nélkül 36 hónapra kérhetik a törlesztő részletek mérséklését.
A Diákhitel Központ a nem fizető ügyfelekkel egy év után bontja fel a szerződést, ezután a NAV foglalkozik a behajtással. A hivatal az ingó és ingatlan tárgyak lefoglalásán túl a végrehajtási eljárás teljes palettáját bevetheti. Így, ha valakinek külföldön van vagyontárgya, akár azt is lefoglalhatja a NAV. Ha az adós nem rendelkezik semmilyen tulajdonnal, akkor sem évül el az eljárás 5 éven belül, így ha 5 éven túl szerez valamilyen tulajdont, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azt is le tudja foglalni.